kihagyás után újra a Flash Központ színpadán lépett a közönség elé a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Az ország legnagyobb létszámú hivatásos néptánc együttesének színes repertoárja a népi hagyományokon alapuló mesedaraboktól egészen az autentikus folklór műsorokig terjed. A Déri Nép programnak köszönhetően december 2-án egy ilyen folklór műsorral, a Kárpátok Vízhangja című előadással érkeztek Moson Magyaróvárra. A Kárpátok Vízhangja egy fantasztikus, autentikus néptánc kincsből készült koreográfiákat felvonultató műsor, fantasztikus jelmezekkel, nagyon jó táncokkal, dinamikával tele, és nagyon sok örömmel. Az előadás nevéhez híven a Kárpát-medence táncait vonultatta fel a táncegyüttes. A lendületes és sokszínű folklór műsorban bemutatták többi között a csárdást, az erdélyi és magyar cigánytáncokat, valamint a legényes táncot is láthatta a közönség. Teljes tánckarral érkeztünk, úgyhogy majdnem 40 táncos lesz a színpadon, 6 fő zenekarral, élő zenére táncolunk mindig, úgyhogy ez nekünk nagyon fontos, hogy önmagában úgy tudjuk bemutatni a táncokat, a magyar kultúrát, ahogy az gyakorlatilag régen megtörtént. Pörögtek a szoknyák, dobbantak a csizmák. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes magabiztosan mozgott a Flash Központ színpadán, hiszen évről évre változatos műsorokkal látogatnak a városba. Moson Magyaróvárra szinte hazajövünk, rengeteg szabad, hogy itt aludtunk, és olyan műsorokat hajtottunk itt végre, amiben rengeteg gyerekek voltak jelen, és megnézték a mi műsorainkat, és igazából imádunk itt lenni pontosan ezért. A Kárpát-medence népzenei kincseit bemutató előadást a Táncegyüttes művészeti igazgatója Zsurávszki Zoltán rendezte, és Zsé Vince Zsuzsával közösen koreografálta.